Újabb 2 évig még a Pesterzsébeti önkormányzati bérlakásban lakhat az a 4 éves végtaghiányos kisfiú és családja, akiket korábban utcára rakott volna az ellenzéki többségű képviselőtestület. A kerület ellenzéki képviselői korábban azért nem szavazták meg a család helyzetét megoldó rendeletmódosítást, mert szerintük az precedenst teremtett volna a városrészben. Már azonban meggondolták magukat. Elvileg érdemleges válaszra számítok, hogy az önkormányzat jól dönt. A kerekesszékben ülő kisfiúkkal együtt érkeznek a lakatos szülők a Pesterzsébeti önkormányzat rendkívüli testületi ülésére. Ugye ezt természetesen el kell fogadni. A család történetét vasárnap láthatták a heti naplóban, akkor a 4 éves Viktorka édesapja mesélt a tragédiájukról. Tavaly május 15-én agyhátrágyulladást kapott Viktorka, ami a vérét támadta meg a Viktorkának. És emiatt ugye megállt a vérkeringése a lábában és az ujjaiban, és ezért kellett amputálni. A szerdai szavazás tétje nem volt kevesebb, mint hogy maradhat-e a család abban az önkormányzati lakásban, amelybe 1 éve költözhettek, és amelynek bérleti szerződése július 31-én lejár. A kerület független polgármestere rendeletmódosítással segített volna a családon, ám ezt csak a fideszes képviselők támogatták, az ellenzéki képviselők pedig tartózkodtak, azzal az indokkal, hogy az ügy precedens teremthet. Kérem, akkor szavazzunk. A lakatos család feszülten figyelt, a rendeletmódosításra pedig most minden képviselő igent mondott. A család lakhatásáról ezután zárt ülésen döntött a képviselőtestület, lakatosék addig az ajtó előtt vártak. Megszavazta a képviselőtestület. És 2 évvel szavazta most. A polgármester még együttműködést kért a családtól, majd gyorsan távozott az ülésről. Hát ennek nagyon örülök, hogy 2 évre hosszabbított az önkormányzat, ugye, és teljes mértékben együttműködök az önkormányzattal, ahogyan eddig is. Az édesapa ezután már csak arra volt kíváncsi, elsőre miért nem álltak a család mellé az ellenzéki képviselők. Mi a hagyományos úttal akartuk megoldani ezt a problémát. Több lehetőség lett volna, hogyha ő időben jelzi, hogy továbbra is bent akar maradni ebbe a lakásba. És akkor rendeletmódosítás nélkül a jelenlegi rendelet szerint meg lehetett volna a problémát oldani. Átgondoltuk, egyeztettünk a frakciótagokkal együtt, hogy hagyjuk meg a lakhatásukat, és hogy ezeket kössük ki azért, hogy ne legyenek ilyen lakossági panaszok. Az édesanyja szerint azonban csupán egyetlen idős szomszédnak vannak velük problémái, aki valamiért nem tudja elfogadni a családot. Volt olyanra is alkalom, hogy a Viktorka kerekesszékkel elment ott az ajtaja előtt, a szúnyoghálót kicsit bejebb csukta, hogy elférjen a kerekesszékkel, mert kicsi a járda. Erre ő kijött, és ordítva elkezdte mondani, hogy mit csináljon, hívja ki most a rendőröket. A család a következő 2 év alatt pályázik majd szociális bérlakásra is, de minden igyekezetükkel azon lesznek, hogy saját erőből akár a csok igénybevételével rendezni tudják a lakáshelyzetüket.